Holnap, vagyis szeptember 29-én ünnepelte volna megalakulásának 30. évfordulóját az Európa Jövője Egyesület, a Cipero Fesztivál szervezője. Az eseményről ünnepséggel emlékeztek volna meg, azonban közbeszólt a koronavírus második hulláma. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az Egyesület terveiből és elkötelezettségéből valamennyit is engedne. A múltról, a jelenről és a jövőről Berei Andreával, az Európa Jövője Egyesület elnökével beszélgetünk most. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Hát mindenekelőtt gratulálok ehhez a kerek évfordulóhoz. Viszont nem tudom, köszönjük hogy szépen. Van-e arra kimutatás, hogy hány százan, hány ezren, hány tízezren fordultak meg a gyerekek, illetve hány országból jöttek el 30 éven keresztül. Az Egyesület a 30 éve alatt 15 találkozót tudott megszervezni, tehát 2018-ban volt a 15. találkozó, és ez idő alatt 43 ország 15 ezer gyerekét köszönthettük itt Kecskeméten. Mi a sikertitka? Mert hát először lehet, hogy még nem is gondoltátok volna, hogy egy ilyen nagy kaliberű fesztivállán növi ki magát ez a dolog? Hát az alapítók kezdetben biztos nem gondolták, hogy ez ilyen sikeres lesz ilyen hosszan, de az összefogás, tehát hogy a kecskeméti családok, a pedagógusok, az iskolai közösségek és a város is ez a kezdeményezés mellé állt, és hát egy ilyen összefogásból, kecskeméti összefogásból tudott ez a sikersztori így kialakulni. Tehát lényegében egy civil kezdeményezés volt, ugye? Lelkes családok, szervezők összefogtak, és aztán utána pedig már a város is teljes mellszélességgel támogatott benneteket. Így van. Igen. Tehát az Egyesület 1990. szeptember 29-én alakult, ez ugye Farkas Gábor alapító ötlete alapján 150 kecskeméti polgárral alakult meg az Egyesület, a célból, hogy a kecskeméti gyerekeket megismertesse Európa gyerekeivel, és ugye ezáltal más országok kultúrájával is, és e köré az alapötlet köré szerveződött a gyermektalálkozó, ahol meghívtak ugye más országokból gyerekcsoportokat, akik itt valóban be tudtak mutatkozni, őket kecskeméti családok látták vendégül, majd kialakult ez a, most már úgy mondjuk, hogy kétoldalú ifjúsági csere, ahol a következő évben a kecskeméti gyerekek tudtak utazni azokhoz, akiket előző évben vendégül láttak. Ez is érdekes, hogy Európa jövőjének hívják mindezt, és közben pedig hát Európát eléggé tágan kell ezt értelmezni, mert hogy hát a törökök is itt voltak, sőt messzi távolból is jöttek művészeti csoportok. Hogy kerültek ők ebbe az egészbe bele? Így van, tehát kezdetben ez Európa országaiból hívtak meg gyermekcsoportokat, majd ez az évek során ez bővült ez a kör, és valóban a törökök is, Törökországból is nagyon sok vendég volt, illetve más földrészről is, tehát már Japánból is érkeztek vendégek, sőt volt, amikor Amerikából és Kanadából is. Ez egyrészt Kecskemét testvérvárosi kapcsolatainak volt köszönhető, hiszen a japán testvérvárosból, Amoriból már két alkalommal is volt itt gyermekcsoport Kecskeméten. Hát igen, hogy egyszer beindul a gépezet, akkor nem állíthatja meg. Viszont hát most egy kicsi megtorpanás volt, mert hogy hát ezt a jubileumot ezt szerettétek volna nagyon szépen megünnepelni. Hát mi volt az álom? Hogy képzeltétek ezt az ünnepséget? A helyszínt, hogy választottátok ki, kik lettek volna a fellépők, és mit lehet erről tudni? Így van, tehát az idén sajnos már a gyermektalálkozót sem tudtuk nyáron megrendezni, mert ugye már abba is beleszólt ez a világjárvány. Ugye nálunk ez többszörösen jelentkezett, mert nem csak, hogy itthon nem tudtuk ezt, hanem valószínű, tehát hogy más országokból is, tehát nyilván a nemzetközi kapcsolatok is beleszóltak ebben, tehát más országokból sem utazhattak csoportok.
a 30 éves, és akkor azt gondoltuk nyáron, hogy a 30 éves évfordulót majd szeptember 29-én meg tudjuk ünnepelni. Szerettük volna megmutatni azokat a csoportokat, olyan föllépőket választottunk, akik az Egyesülettel már így régóta kapcsolatban álltak, és azt a sokszínűséget szerettük volna megmutatni, ami a gyerektalálkozókra egyébként is jellemző. De hogyan tovább? Hát, hogy most akkor nem sikerült ez a 30 éves jubileum, de gondolom azért erről nem tettetek le, hanem ezt azért valamikor be fogjátok pótolni, mert azért kár lenne érte. Erről semmiképpen sem tettünk le, tehát amint a helyzet úgy alakul, és már lehet rendezvényeket biztonsággal szervezni, akkor szeretnénk ezt, reméljük, hogy jövő tavaszra meg tudjuk ezt valósítani, mondjuk egy 30 és feledik éves évfordulót. Hát biztos vagyok benne, hogy be fogunk számolni majd erről. De egy kicsit azért a távolabbi jövőről is beszélgessünk, meg egyáltalán most mi újság van a házatok táján, tehát most akkor ezt ugrunk, ezt átugorjuk, de azért gondolom nem állt meg az élet nálatok. Tehát biztos, hogy nálatok azért mindig történik valami, pályázatokról, próbálkozásokról, újabb nagy álmokról lehet-e beszámolni? Így van, tehát az Egyesület nem csak a gyermektalálkozókat szervezi, hanem számos más nemzetközi programban is részt vesz. Nekünk is van most két ilyen programunk, ez így mind a kettő zöld útra vár, hogy lehessen a projektet megvalósítani és a programokat szervezni. Erről mit lehet tudni? Ez két uniós pályázat. Az egyik az egy nyugat-balkáni együttműködés, ebben négy partnerszervezet vesz részt ebben a programban. Mely van országok? Egy, mely van egy olasz, gondoljunk. Van egy olasz, igen. Egy lengyel, a belgák a főpályázók, és még a mi egyesületünk vesz részt ebbe, és ebbe a programba az a cél, hogy a nyugat-balkáni országoknak a kórusait bekapcsoljuk az európai zenei életbe, vagy ebbe a színes körforgásba. Akkor említsük meg, hogy a Nyugat-Balkán az mit jelent? Tehát Albánia? A Nyugat-Balkán az azok a dél-európai országok, akik még nem csatlakoztak az Unióhoz, tehát akik még nem tagállamok. Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro és Albánia. Úgyhogy minden partner országnak megvan a maga feladata ezekben az országokban. Mi is megkerestük már azt a szerbiai kórust, aki majd részt fog venni ebbe a programba, és akkor reméljük, hogy ezt a közös projektet is meg tudjuk jövőre valósítani. Tehát ez az egyik projekt. Ez az egyik projekt. És melyik a másik? A másik projekt az szintén egy Kreatív Európa program által támogatott pályázati program, ahol az Európa Jövő Egyesület a főpályázó. Ebbe egy szicíliai fesztivál és egy vajdasági fesztivál vesz még részt. Ez mind a két fesztivál ifjúsági, világzenei fesztivál. Itt olyan programot szeretnénk megvalósítani, hogy fiatal zenészek, fiatal amatőr zenészeket fogunk felkeresni, és mentorok segítségével ők egy ilyen világzenei programot fognak megvalósítani, és a minden fesztivál, tehát minden partner ország fesztiválján be fognak mutatkozni, majd a végére egy közös produkció fog létrejönni. Ezt jövő, tehát 2021-ben szeretnénk megvalósítani. Június, július és augusztus hónapokban vannak ezek a fesztiválok, mindenkinek ugye a maga országába, és hát erre is várjuk a zöld jelzést, hogy akkor elindíthassuk ezt a programot. És akkor ezek szerint Magyarországot itt a kecskeméti helyszín fogja képviselni. Így ugye? Van. Tehát ez lesz a bázis. Ez lesz a bázis, így van, és akkor mi is a jövő évi fesztiválunkon szeretnénk ezt bemutatni. Na most a Csiperóval kapcsolatban ugye lehet itt előre gondolkodni, így is el kellett tolni a találkozót. Mi az, ami biztos? Vagy most lebegtetve van ez a dolog? Vagy kivárásos technika megy, és mindenki térdelő rajtban van? Hogy tudjátok mindezt tető alá hozni? Hát mi ebben a nagy bizonytalanságban. A nagy bizonytalanságban mi azért úgy tervezzük, hogy jövőre az idei elmaradt fesztivált meg tudjuk valósítani. Tehát kvázi egy évet csúszni fog a dolog. A 2020-as
kecskeméti gyermektalálkozót, az 2021. július első felében szeretnénk itt megrendezni, és akkor a kecskeméti gyerekek utaztatását pedig majd 2022 nyarán. Úgyhogy arra várunk, hogy a helyzet hát rendeződjön, normalizálódjon, és akkor gyakorlatilag a tavalyi partnereinket újra meg fogjuk keresni, és akkor reméljük, hogy minden akadály elgördül az elől, hogy jöhessenek gyerekcsoportok Kecskemétre. Bízom benne, hogy hát fentről Farkas Gábor is drukkol nekünk. Reméljük, hogy köszönöm így van. Szépen. Köszönöm.